Itt a Budapesti Metropolitan Egyetem egyes stúdiója. A következő percekben önök a 2019-es év On Air című műsor következő adását láthatják. Itt a Budapesti Metropolitan Egyetem egyes stúdiója. A következő percekben önök a 2019-es év On Air című műsor következő adását láthatják. Itt a Budapesti Metropolitan Egyetem egyes stúdiója. A következő percekben önök a 2019-es év On Air című műsor következő adását láthatják. Üdvözlöm Önöket, ez itt az On Air. Ma Egri Jánossal fog beszélgetni. Ismerős volt ez az intro? Elképesztő. Hogy annak idején milyen ötlet vezérelte ezt, én tudom, ez az elmebajnokságnak volt, azt hiszem, a kezdőszövege, hogy miért kellett ezt háromszor annak idején elmondani, fogalmam nincs. De utólag kiderült, hogy ez egy jó döntés volt, vagy jó ötlet volt. Sportoló, profi ékorongozó, mérnök, műgyűjtő, doktor. Hogyan került bele ön a televíziózásba? Szerencsével. Két oka van ennek. Először is a sport rettentő sokat segített, hiszen még a 1968-as grenobli téli olimpián ott voltam éppen kin egy postai munkán, nyelviskolába jártam, már elég jól tudtam franciául, és miután a Magyar Televízió közvetítette a téli olimpiát, adódott az alkalom, ha már amúgy is ott vagyok, akkor beültem, és amit tudtam, segítettem nekik. Például, hogyan kell kiejteni francia neveket. Mert bármennyire sem magától értetődő, de akár a helységneveket, akár a személyneveket franciául másképp mondják, mint nem fonetikusan. És ilyen igen-igen primitív módon belecsöppentem a dologba. Tehát pillanatra, ha megállsz, arra gondolsz, hogy ez 1968. Tehát amiről én most neked beszélek, az 51 évvel ezelőtt történt. Egy írtó szerencse, hogy egyrészt az ember még él, és kettő, hogy emlékszik arra, hogy mi történt 51 évvel ezelőtt. Mert általában arra sem emlékszik, hogy hol hagyta a mobiltelefonját. Mi volt a legelső feladat, amit a tévében kapott, amit kiszabtak önre? Én még egyszer mondom, azt hiszem, hogy ez a 68-as olimpia volt az első ilyen alkalom, és utána még a 72-es olimpia előtt 4 évig én a tévéhíradónál sportbemondó voltam. Ott is nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni, akkor a tévéhíradó az az ország legnézettebb műsora volt, és mostantól kezdve csupa olyan dolgot tudok csak mondani, ami mai szemmel, mai füllel érthetetlen. Arra gondolj, hogy egyetlen egy televízió volt. Nem volt internet, nem volt mobiltelefon. Este 7:30-kor 5-6 millió ember nézte azt, amit te a délután folyamán számukra összeállítottál. El tudsz te képzelni a mai világban ekkora nézettséget? Hát itthon nem. Amikor oda került legelső napon ezt a sporthíradót közvetíteni, akkor honnan tudtad, mit kell csinálni? Volt egy mentora vagy? Nem, én azt hiszem, hogy hát nem volt olyan rettentő bonyolult dolog, ez egy 30 perces műsor volt a tévéhíradó. Minden nap volt egy úgynevezett mondásszerkesztő, aki odajött és azt mondja, van 2,5 perced. És ezt a 2,5 percet a te saját ízlésed, a saját tudásod szerint kellett kitöltened. Nyilván voltak sportesemények, azokról beszámoltál, futballmeccsekről, atlétikai eredményekről, és még akkor volt egy olyan lehetőség, hogy az Eurovízión keresztül lehetett kinti filmeket is kapni. Tehát, hogy valaki Ausztráliában egy nagy szárnyat erősített magára, leugrott egy szikláról és összetörte magát. Ez este 20 másodpercben egy szórakoztató dolog volt. Tehát ezt nyugodtan földolgoztad, bemutattad a filmet, alá mondtál valamilyen, úgy gondoltad, hogy szellemesnek szánt szöveget, és este ezt pár millió ember élvezte. Nem volt lámpaláza az elején? Ki a fene emlékszik már rá, hogy 51 évvel ezelőtt mim volt, mim nem. Biztos, hogy volt, de ezen azért az ember előbb-utóbb túljutott. És egy nagyon-nagyon baráti közegben dolgozott. A tévéstúdió akkor kvázi egyfajta második otthonod volt. Bementél, ismertek a világosítók, ismertek az operatőrök, ismertek a sminkben, aztán János, gyere, ülj már, lekezdünk. Ilyen egyszerű volt. Nem kezelték önt kívülállóként a tévében? Egy kicsit igen.
mert nem színművészeti főiskolát végeztem, hanem műegyetemet, de ez egy idő után tulajdonképpen elfogadhatóvá vál. Ha a dolgot, amit csináltál, nevezetesen a sportközvetítést, azt jól csináltad, akkor ez átemelt ezeken az akadályokon. Elfogadtak olyannak, amilyen vagy. Műegyetemen megszerzett tudásból tudott valamit hasznosítani a tévében? Sokat. Többek között egyfajta logikus gondolkodást, sőt, még az egyik, még a doktorátusomhoz egy disszertációt is kellett írnom, azt épp egy televízió technikai dologból, a kék háttérből írtam. Tehát gyakorlatilag már akkor volt nyilván valamilyen affinitásom vagy vonzódásom a televízióhoz, hogy akkor még ez a Bluetooth, ez nem volt annyira ismerős, a kék háttér. Tehát, hogy te, és akkor megmondták, hogy milyen ruhát vegyél fel, ne vegyél fel csíkos vagy kockás inget. Ezt szabad megkérdezni, hogy melyik évben jött be Magyarországra ez a kék háttér? Hát bevallom, nem tudom neked. A 60-as évek, 50-es évek vége, már ilyesmi. Már akkor? Na, ezt igen, nem tudtam. Igen, lehet, hogy akkor még csak kvázi tudományos szinten, de előbb-utóbb a stúdióban is. De arra is gondoljál például, hogy a képrögzítés az akkor egy olyan dolog volt, ami Magyarországon tulajdonképpen az katonai eszköz volt. Ezért Magyarország ki volt zárva ebből. Tehát Amerikából csempésztek be egy képrögzítő berendezést, amit direkt nem hoztak be a TV stúdió épületébe, hogy le ne bukjanak vele, hiszen ez egy tiltott dolog volt, hanem ez a TV toronyban a Szabadságegyen volt elhelyezve. Elképesztő, nem? Ez a csempészés, ez izgalmasan hangzik, erről még szabad egy pár szót. Akkor volt egy úgynevezett kokom lista, nem tudom, hallottál te erről valamit? Olyan technikai berendezések szerepeltek ezen a listán, amit hadászati célra is föl lehetett használni. Miután akkor egy hidegháborús légkör volt, ezért ezeket az amerikai berendezéseket a Szovjetunióhoz tartozó csatlós államok számára nem volt szabad elhozni. De természetesen mindig akadtak emberek, akik ezt valahogy ügyesen meg tudták oldani, és így Magyarországon is a képrögzítés megoldottá vált. Önnek a legeslegelején mi segített abban, hogy beilleszkedjen ebbe az új környezetbe? Erre most egy nagyon-nagyon buta dolgot tudok mondani. Én egy olyan sportágat választottam, ahol nagyon sok mindenre megtanítanak. Egy jégkorongöltözőbe nehezebb beilleszkedni, mint egy televíziós stúdióba. Ott élesebbek a hangok, hamar rád szólnak, és ha ezt te nem vagy képes elviselni, akkor nagyon hamar abba marad a pályafutásod. De ha képes vagy elviselni, akkor nagyon sok dolgot megtanulsz. Például az egyik legfontosabbat, nem te vagy a legfontosabb. Lehet, hogy neked van nyelvvizsgád, meg doktorátusod, de ez a négy elem is, pasi, ez sokkal jobban lő backhandből, mint te. Úgyhogy a csapat számára ő fontosabb, mint te. Ezt el kell tudni viselni, mert ez magától értetődő. Tehát a sport azért egy kellemes dolog, szokták mondani a színház ugyanilyen, hogyha fölgördül a függöny, akkor már nincs protekció. Ott neked kell megállnod. És ez ugyanúgy a jégpályára is igaz. Hiába vagy te egy kedves ilyen-olyan alaki, ha nálad jobb játékosok vannak, akkor te a cserepadra kerülsz. És akkor ez a tévénél is így van? Ez a tévében is mondjuk egyfajta viselkedésre megtanítja az embert. Csak egy egészen butaságot mondok, remélem nem dicsekvésnek tekintik. Vége van mondjuk egy televíziós felvételnek. Akkor én fölmentem utána a vezérlőbe, mint villamosmérnök, a kollégáimhoz, a hangmérnökhez, a képmérnökhez, és megköszöntem nekik, hogy végig unatkozták az én műsoromat. Ezt a többiek, akik nem ugyanilyen háttérrel érkeztek, nem tették meg. Vége volt a saját műsoruknak, fölálltak, elmentek a sminkbe, és lemosták az arcukat, és hazamentek. Nem mentek fel a vezérlőbe a kollégáknak megköszönni az együttműködést. Egyébként erre csak egy egészen apró anekdótát, ha nem untatlak vele, elmondok. A BBC-ben voltam annak idején ösztöndíjas, és már akkor itt elég ismert voltam a magyar televízióban, de a BBC-ben nagyon sokat lehetett tanulni. Többek között ezt a fajta együttműködést. Mondok egyet, ott a BBC esti híradóját nem 4-5 millióan, hanem inkább 40-50 millióan nézik. Tehát ott benülni, az arcodat adni a hírekhez,
nagyon-nagyon jól együttműködő csapatban, ahol neked megvan egy forgatókönyved, de például addig, amíg megy az egyik film, akkor a füledbe beszólnak, és azt mondják, hogy a 17-es hír ugrott, lapozd át, kivettük, mert menet közben szerkesztették, és valami más került oda. Ezt nem kellett hosszasan kommunikálni, az a műsorvezető, aki benült, lapozott egyet a saját papírján, és a 17-es ugrott, helyette a 18-ast mondták. Majd egyszer volt egy olyan, hogy az illető azt mondta, és akkor nézzük meg a következő filmet, amelyet munkatársaink Irakban forgattak. És nem indult el a film. Na most csak úgy neked mondom, csendesen, te ott ülsz, befejezted a mondandódat, nézel bele így szembe a kamerába, mint én most te rád nézek, és nem indul el a film. Milyen indulatokat vált ez ki belőled? Az egyik. Hát megőrültek ezek? Hát mi van velük? Mit csinálnak? Mit rontottak el? Majd nem mersz megszólalni, mert félsz attól, hogy amikor véletlenül akarsz valamit mondani, ráindul a film. Tehát ott ülsz másodpercekig, nem órákig, a képernyőn, annélkül, hogy tudnád, hogy mi történik. Ez olyan frusztráló érzés, hogy az csuda. Hát azt majd fel tudom képzelni. Az egész dolog, amit én most itt elmondok, ez 4-5 másodperc. Elindul a film, és te is ugye mi lélegzetet veszel, és mi történik? Leszól a rendező. Ne haragudj, én szúrtam el. Bocsánatot kért, a saját hibáját beismeri, és tudatja veled, hogy igen, mi rontottuk el, ne haragudj. Tudjuk, hogy amit te átélsz az ember feletti, elnézést kérünk. Ez egy olyan dolog, amit egy életre érdemes megtanulni, hogy az ember belátja, hogy ha valamit elront, utána annyit kell csak mondani, ne haragudj, én szúrtam el. Önnel történt hasonló itthon? Nincs akkora jelentősége, sok ilyen van, de hogy mondjam neked, először is voltak adások, amik élőadások. Tehát az élőadásban nincs módot korrigálni. Ha valami felvételről megy, akkor természetesen bele lehet tenni hülyeségeket is, mert tudják, hogy úgyis majd utána kivesszük. Például volt valamelyik műsorom, ahol az iparművészeti vállalat ajándékait lehetett megnyerni, ellentétben a mostani pénzdíjakkal. És akkor nem tudom én valakinek a kerámia edényét, vagy valamit, és akkor az ember odament, és átadta a győztesnek ezt a dolgot. Ez vagy... szerintem pont az elmebajnokságban volt, mert ezt a részt még láttam is. Ilyen is volt, és egyszer két asszisztensem, mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem, kitalálták, hogy azt a kis dobozkát, amit én majd odaviszek a nyertesnek, abban nem tesznek bele egy ilyen ajándékot, hanem egy fa éket. A fa ék arra szolgál, hogy az inzertálvány alá tegyék, hogy egy kicsit megben. És akkor te odamész, kinyitod a dobozt, és látod, hogy benne van egy fa ék. Pillanat alatt természetesen tudod, hogy ez nem véletlenül került oda, és tudod, hogy fenn a vezérlőben a földön fekszenek a röhögéstől, hogy akkor engedje meg, hogy egy faéket adjak át önnek. Majd utána nyilván, miután ez egy felvétel, ezt kiveszik, és utána megcsinálják a valódit, de közben az egész napodat jókedvel tölti el. Te a barátaiddal vagy együtt, a munkatársaid szeretnek téged. Szeretnek veled dolgozni, és hajlamosak arra, hogy veled egy ilyen trükköt megcsinál, tudják, hogy nem fogsz megsértődni, mert ennél okosabb vagy, hanem elmosolyodsz, te is érted a viccet, és utána megcsináljátok rendesen. Ma erre néha azt hiszem nincs már idő. Sietni kell, a következő produkció, be kell világosítani őket is. Tehát magyarul a dolog iparszerűbbé vált. Van még esetleg ilyen vicces sztori, ilyen egymás meghetszelése, ami történt? Amikor sok olyan van, amivel az ember csak hogy az idejét kitöltse, hülyéskedik. Beülsz például ebbe az említett híradó stúdióba, ami még egyszer mondom neked, a legnézettebb műsor este 7:30-kor. És utána mindenki ott elhelyezkedik, megigazítja a kabátját, hátradől, melletted ül Kudlik Júlia, nagyon édes kollégád, és a többiek. És akkor azt mondja a hangmérnök, hogy gyerekek, akkor csináljunk egy hangpróbát. Mondtuk, jó. És akkor egymás után mindenkinek a mikrofonját beélesítik, és mindenki mond 3-4 szót. Majd amikor én sorra kerülök, és azt mondja, János, te jössz, akkor elkezdek valamit mondani hangtalanul. Tehát a szám mozog, de egy kukkot nem szólok.
és azt mondja, János, várj egy picit, lemegyünk, van valami baj a mikrofonoddal. Akkor lejön egy technikus, babrálja a teljesen jó mikrofont, és utána, akkor most csináljunk újra hangpróbát, és akkor te természetesen a már normál hangoddal megállapítod, hogy megjavították a mikrofont. Na most, akik veled együtt ülnek egy sorban, Kudlik, Jül és a többiek, azok persze látják, hogy kutyabaja nem volt a mikrofonnak, csak te hülyéskedtél ezzel, és már is az egész dolognak van egy kellem, és utána elkezdődik 7:30 a híradó, jókedvűen. Mindenki mosolyog, hogy előtte lezajlott ez a nem különösebben szellemes trükk, de mégis jobbkedvűen ül bele mindenki a munkájába. Akkor ez a tévé, ez egy nagy család volt? Egy szűk, kiválasztott család volt, igen, nem is volt könnyű, azt hiszem, nagyon bekerülni. Ennek ezer oka volt, például politikai okai is. Hát nyilván olyan külpolitikai szerkesztőket hívtak meg, Pálfi Jóska vagy Polgár Dénes, ezek számodra ma már legenda nevek, akik nagyon-nagyon-nagyon sokat tettek a nemzetközi újságírásban a szerepükkel. És ezek nyilván megbecsült, és amit mondtak, hiteles volt. Nem kételkedett senki se abban, hogy ezt valaki megírja az ő szövegüket, és ők egy súgógépről egy más által megírt szöveget elmondanak. Nem, ezt ők maguk írták meg, és a folyosón memorizálták, megcsinálták papíron, nem volt súgógép, és utána kimentek a folyosóra, és ott memorizálták a saját szövegüket. Akkor régen tehetség alapján kerültek be emberek a televízióba? Én azt hiszem talán, hogy a tehetség sokat segít, ez nem vitás. Vannak persze egyéb szempontok is, például hűség a párthoz. Tehát mondhatnék egy csomó olyan dolgot, hogy ki volt például ennek a tévéhíradónak a legnagyobb főnöke, Matúzné, egyik-másik helyettese, ezek mind-mind-mind kvázi a rendszer számára nagyon megbízható emberek voltak. Ettől még jól csinálták a dolgukat esetleg, de biztos volt, hogy azért ők nem inogtak meg abban, hogy azokat a tabu témákat, netán a Szovjetunió szerepe, vagy a párt vezető ereje, ezeket nem lehetett megkérdőjelezni. Ez egy diktatúra volt, ezt ne felejtsétek el. Én tudom, hogy ez borzasztó nehezen érthető, hogy egy diktatúrában még lehetett jókedvűen hülyéskedni a stúdióban. Egy bizonyos szintig igen, de azzal nem lehetett hülyéskedni. Biztos csak mondok nektek egy rádiós történetet, ez 100 éve volt, hogy valamelyik rádióbemondó a stúdióban beolvasta azt a hírt, amit neki leírva odaadtak, hogy az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet tisztek öröklakásait átadták. Akkor ez egy elszólás volt? Ez vagy egy elszólás volt, vagy egy figyelmetlenség. Hát ki a fene gondolkodik ilyen, hogy fejezzem ki, ilyen paranoiásan? Tehát én állandóan körbenézi, ja Istenem, nem lesz ebből valami baj? Hát ez egy normál hírból, felépültek lakások, egy részét szovjet tisztek kapták meg, és kész. 50-es évek, erre gondoljál. És volt mindig ott egy cenzor a tévében, aki erre figyel? Ilyen nem volt, de azért azt nyugodtan mondhatom, hogy az adásoknak egy része rögzített volt. Tehát nem ment minden élő adásban, tudod? Igen. És hogyha netán olyan valami volt, nem kellett ez egy rettentő nagy politikai műveltség. És a másik, az emberek ismerték a játékszabályokat. Tudták, hogy ezzel a dologgal nem kell viccelni. Önnek volt példaképe televíziózásban? Most írtó nehéz helyzetben vagyok. Ha azt mondom, hogy nem, akkor azt mondod, hogy milyen beképzelt alak. Ha azt mondom, hogy volt-e példaképem, erre nem nagyon tudok jól válaszolni. Az újságírásban mindenképpen volt. A Magyar Nemzetnek volt egy sportrovat vezetője, úgy hívták, hogy Zsolt Róbert. Kiváló sportújságíró volt. Tehát például a sportújságírásban őt mindenképpen egy példaképnek tekinteném. Nagyon jóban is voltunk, még Münchenben is együtt közvetítettünk, úgyhogy ő egy jelentős személyiség volt, természetesen könyveket is írt a magyar sportról. Amikor először a sportosztályra került, akkor önben volt egy ilyen gátlás, hogy ön nem hibázhat? Mert hogyha egy élő adásban rosszul mond valamit, akkor azzal a néző lesz átverve, vagy valami ilyesmire gondolok? Nem. Hogy fejezzem ki magam? Nem élet és halál kérdése volt. Például emlékszem, hogy az MTK játszott, azt hiszem, egy olyan nevű csapattal, aminek valószínűleg most se fogom tudni jól kimondani a nevét, valamilyen Zeljes Nyicsár
ilyen csapat volt, és én tudtam, hogy ebbe én tuti bele fogok bakizni, mert ez egy olyan ügyetlenül számomra nehezen kimondható szócsoda. Tehát magyarul arra készültem, hogy ezt biztos, hogy meg kell majd ismételni, mert ez elsőre nem fog sikerülni. De akkor se dőlt össze a világ, hát akkor azt mondtam, bocsánat, Zeljeznyicsár, és akkor kimondtam másodikra, félig meddig jól. Senkinek nem lett semmi baja. Így van, tehát a dolog nem volt ennyire mondjuk élesen élethalál kérdése. Amikor az elején egyszerre dolgozott, ha jól tudom, mérnökként is, és a tévében is dolgozott, hogy mikor és hogyan jutott el arra a pontra, hogy a civil mérnök szakmát ezt így feladja? Nem teljesen önként döntöttem így. Akkor én a Posta Vezérigazgatóság fejlesztési szakosztályán dolgoztam. Egy nagyon-nagyon kiváló, jó munka volt ott, amit csináltam, többek között a Nemzetközi Távközlési Unióban, ami az ENSZ-nek egy nagyon fontos szerve, többek között ők osztják fel a frekvenciákat a különböző országok. De ez itt volt Budapesten? Nem, ez Genfben van. Ja, Genf. Tehát én ott elég sokat voltam kin, éppen a francia nyelvtudás segítségével, tehát igen, kellemes, jó életem volt. És akkor közben már ment ez a televíziózás is az esti híradókba időnként, és akkor az egyik főnököm, aki még egyszer mondom, egy kiváló ember volt, és semmiféle harag nincs bennem, sőt, inkább hála, azt mondta, hogy János, hát ne haragudjál, hát egy komoly állásban vagy, egy vezető beosztású villamosmérnök vagy, mi a fenének kell neked este a televízióban sporthíreket mondani? Mire mondtam, hogy teljesen igazad van, én se tudom megmagyarázni, de igazából az én munkámat ez hátrányosan nem befolyásolja. Ha én 4 óráig itt nagyszerű villamosmérnök vagyok, attól este 7:30-kor még elmondhatom azt, hogy 4,30 méter dobott valaki gerellyel. És ők láttam az arcukon, hogy nem igazán értenek ezzel egyet. És amikor 1972-ben a Magyar Televízió hivatalosan kikért a postavezérigazgatóságtól, hogy én tagja legyek az olimpiai stábnak, akkor ezt ott nem nagyon támogatták. És akkor így döntöttem úgy, hogy akkor inkább a másikat. Ugyanis olimpiára kimenni, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, pláne, hogyha te ott sajtósként vagy kint, mindenhez hozzáférésed van. Úgyhogy egy nagy kaland. És régen, amikor nem lehetett útlevele mindenkinek, akkor hogyan mentek ki mondjuk önök az olimpiára? Először is természetesen ez is egy nagy csáberő volt. Miért mentek annak idején sportolni az emberek? Párbajtőrvívók, mert utazni lehetett. A többi ember 3 évente mehetett külföldre, te pedig 2 hetente, hogyha a sportpályafutásodat, ez így. Tehát ez egy óriási nagy bónusz volt. És millió más előnye. Megnézhettél egy James Bond filmet kin, itt nem vetítettek. Hozhattál haza a családodnak ketchupot. Itt nem lehetett ketchupot kapni. Most ma ezen mindegyik, ez megőrült teljesen. Hát nem mész be az Aldiba? De még nem volt Aldi se, csak közért. Tehát mindaz, amit most az ember így visszagondol, egy annyira más világ volt. Egy sokkal szimplább, egyszerűbb, kevésbé bonyolult világ volt. Akkor ha már az olimpiát említettük, ott gondolom kommentálnia kellett olyan sportokat is, amikhez nem feltétlen értett, vagy nem feltétlen tudta teljesen jól a játékszabályokat, hogy amikor még régen nem volt internet, akkor ilyenkor honnan tájékozódott gyorsan így egy adott sportot illetően? Ez tipikusan mai gondolkodás. Én például Münchenben boxot közvetítettem. Internet nélkül. Hogyan? Hogy már évekkel előtte kijártam boxmeccsekre, ismertem a sportolókat, ismertem Adler Zsiga bácsit, ismertem Pap Lacit, személyesen. Hát nekem nem kellett az interneten visszakeresni ahhoz, hogy milyen a bal horog, mert azt én láttam az edzésen, mert oda tudtam menni, és az egész dolog, hogy mondjam, természetesebb volt. Tehát nem csak Wikipédia, Google és egyéb volt az információforrás, hanem a saját személyes jelenléted. Kimentél a boxolóknak az edzését megnézni, és meghallgattad, hogy miket mondott az Adler Zsiga bácsi a sarokban, a Pap Lacinak a ringben. És ez, amikor bennültél a közvetítő fülkében, akkor ez a fejedben volt, és tudtad használni. Akkor ugye a sport szekció lezárása véget megkérdezhetem, hogy melyik volt így a legkedvesebb emléke, ami így sporteseményen történt?
mindegyikre nagyon, hogy mondjam, jókedvűen emlékezem vissza, és az ember ezeket nem úgy érte meg annak idén, hogy ezt a történelem számára ül most itt, hanem ez volt a napi munkája, utána elmentél a barátaiddal vacsorázni, bementél Münchenbe, megnéz, vagy mondok, egy egész butaságot tudod, Münchenben volt egy terrortámadás. A Magyar Televíziónak a székháza, vagy a stúdiója, vagy a lakása ugyanebben az utcában volt. Tehát ott benn voltál gyakorlatilag a hírek középpontjában. Lehetett hazahozni titokba híreket, amiket nem feltétlenül adtak le itt Magyarországon, hanem ami kint történt? És... Hírekre gondolsz, vagy tárgyakra? Akkor mindkettőre. Hírek tulajdonképpen az értő emberek számára amúgy is elérhetőek voltak. Az egyik műsoromnak az volt az alapötlete, hogy átváltsak a sportról a televízióra, annak a műsornak az volt a címe, hogy lehet egy kérdéssel több? Biztos emlékszel talán, hogyha belenéztél. Ebben az volt a truvály, az volt az ötlet, hogy olyan képeket kellett felismerni, amik Magyarországon nem voltak könnyen elérhetők. Hol voltak ezek a képek? Például a Parimatch újságban, vagy a Life nevű képes újságban. Ezeket az újságokat a kioszkban nem lehetett kapni. Hol lehetett ezeket az újságokat meg? Valaki külföldre behozta? Nem. Nem. A nemzetközi szállodákban. Ja. Vagy például a Fészek klubban. A Fészek klub előfizetett ezekre a külföldi újságokra, színház, film és egyebekre, és amikor én ott egyszer délután üldögéltem, valamit ottan csináltam, eszembe jutott, hogy milyen jó lenne ezeket a képeket megmutatni az embereknek, akik ezt nem látják, mert nem járnak be se a Fészek klubba, se a nemzetközi szállodákba. Ez volt az alapötlete annak, hogy egyfajta ablakot nyitni az információ számára azoknak, akik az információtól egyébként el vannak zárva, mert egy diktatúrában élnek. Én megmondom őszintén, ebből a műsorból nem volt alkalmam egy részt se látni, mert sehol nincs fönt az interneten. Esetleg pár szóval így körül lehetne írni, hogy nézett ki ez a játék, mert semmit nem lehet manapság erről találni. Szörnyiségek fognak kiderülni rólam. Először is az időskori memória csökkenése. Kettő. Természetesen azért én erre emlékszem, hogy ez a műsor hogyan zajlott. Először is mindig kiváló rendezőkkel és munkatársakkal dolgoztam. Senki nem azon fáradozott, hogy én megbukjam, hanem mindenki azon igyekezett, hogy egy jó műsort csináljunk. Tehát eleve az egy jó dolog valami jó dolgot csinálni. Legyen az akár csak egy pár cipő. Ha az jól van megcsinálva, az egy élmény. Na most ezek a műsorok akkor úgy zajlottak, hogy az ember kiválasztott egy csomó fotót, és ezeket valamilyen módon sorba rakta, és ki kellett választani, vagy volt egy olyan része ennek a műsornak, hogy igaz, hamis. Ezt egy angol újságból ollóztam, azt hiszem valamilyen Evening Standard, vagy ilyesminek volt hátul egy ilyen rovata, hogy föl voltak sorolva állítások, és neked kellett eldönteni, hogy igaz vagy hamis. És ezen az ember lemérte a saját műveltségét, ismereteit és a többi. Na most ennél a műsornál azonban még egy jobb ötlet volt, kitaláltuk azt, hogy miután ez egy fotó, műsor. Először is a világhíres magyar fotóművészeket, André Kertész, ezeket be tudjuk mutatni, ezeknek az életművét. Gondolj arra, hogy akkor André Kertész neve Magyarországon nem volt olyan közismert. De akkor olyan, hogy Henri Cartier-Bresson, ez senkinek nem mondott semmit se. Ez egy világhírű művész volt. Vagy Ansel Adams, csak most a nevekkel dobálódzom, ezek mind nagyon-nagyon jó fotósok voltak. Na, ezeknek az életművéből be lehetett a műsorba emelni képeket, ezzel egyfajta műveltséget lehetett terjeszteni. És a végén volt egy ilyen metakommunikációs trükk, hogy felszólítottuk a kedves nézőket arra, hogy csináljanak olyan képeket, amiket úgy gondolják, hogy a néző nem tudja kitalálni. És akinek sikerül olyan képet csinálni, amit valóban nem ismernek fel, az kap egy valamilyen ajándékot. És akkor elkezdtek fotók özönleni be. Egyik jobb, mint a másik. Mondjuk csak ilyen butaságok, hogy egy templom kilincs olyan közelről fényképezve, hogy te nem látod, hogy az egy kilincs, csak a vésetet látod rajta. Majd utána, amikor hátra nyitsz, akkor meg tudod mutatni az egész képet, és látod, hogy tehát nagyon-nagyon a képi fantáziát, a képi memóriát lehetett ezzel egy kicsit talán fejleszteni. Ezt egyedül szerkesztette, vagy volt ön mellett egy csapat? Ez is egy nagyon jó kérdés. A BBC-nél mindig van a műsorvezető mögött
egy csapat. Erre egy apró anekdóta, hogy ott az egyik ilyen nagyon-nagyon kiváló műsorvezetőt úgy hívták, ha jól emlékszem, hogy Michael Parkinson, akinek az volt a műsora, hogy világhírességeket hívott meg a stúdióba, akikkel elbeszélgetett. De olyanokat, mint nem tudom én, Henry Kissinger, vagy Sammy Davis Jr., tehát világnagyságokat. És ezt megelőzte egy researcher team, tehát egy kutatócsapat, akik kimentek mondjuk, és megnézték, hogy a Henry Kissinger jó alkalmas pasi-e arra, hogy beüljön a mi műsorunkba. Mert ha egy mogorva, kellemetlen undok, akkor ne hívjuk meg. És gondold el, hogy hazajött 3-4 egyetemista, és elmondták, hogy úgy gondoljuk, hogy ne hívjuk meg. Ez nem szerepelt itt nálunk jól. Ez nekünk nem lesz jó. Tehát gyakorlatilag le tudtak mondani, egy csomó pénz benne volt, ezek már hárman kim voltak Amerikában, megnézték az illetőt, és úgy döntöttek, hogy nem, és ezt a műsorvezető elfogadta. És önnek is volt egy ilyen research team-e? Nekem 2-3 nagyon kiváló munkatársam volt, akik segítettek mindenféle kérdések előásásában és készítésében, és nagyon bíztunk egymásban, tudod? Tehát én azt mondtam, gyerekek, ez a kép egyszer már ment. Akkor mindenki azt a János, nem, hát hidd el, ez nem. Higgyétek el, ez legalább 2 évvel ezelőtt egyszer már képernyőn volt, vegyétek ki. Akkor magukban ógtak-mógtak, majd lehet, hogy elmentek és hátul megnézték az archívumba, és aztán a fenegye meg tényleg ment ez a kép már. Ennyi. De az első műsor az a játék a betűkkel volt. Igen. Arról is tudnál egy kicsit mesélni? Tulajdonképpen utólag arra kell rájöjjek, hogy mindenben nagyon szerencsém volt. Hiszen a magyar anyanyelv az egy nagyon-nagyon szoros kötődés ennek a 10 millió embernek, aki itt él. Ez egy olyan játék volt, amiben mindenki egyforma eséllyel részt vehetett. Hiszen mi volt a feladat? Megjelenik 10 betű, és ebből a 10 betűből ki tud egy magyar szót kirakni. Az egyik ki tud rakni egy 4 betűset, a másik egy 6 betűset. De a 4 betűs sem kudarc, én nekem ennyi jutott. A másiknak egy kicsivel jobb. Ő nyert. Először is, mi volt a díja ennek a játéknak, ennek a vetélkedőnek? Egy könyv. Egy könyv, a magyar értelmező kézi szótár. Na most nézd meg ma egy televízió műsort, hogy a legolcsóbb nyeremény minimum 100 000 forint. Mert mindent a pénz fed le. Ott valaki hazament, és otthon az értelmező kézi szótárból a nyelvtudását gyarapította. Mi alapján dőlt el, hogy kik a játékosok? Volt erre casting? Igen. Volt erre casting is, meg hogy mondjam csak, a dolog olyan őrületesen népszerű volt, hogy 10 000-ével jelentkeztek emberek. Na most erre lehet ezt ma ugye azt mondanád, hogy casting, holott mi csak meghívtuk őket azért, hogy megnézzük, hogy kvázi mennyire képernyőképesek. Tehát nem akartuk, hogy valaki, aki úgy ítéli meg saját magát, hogy ő ebben a játékban tud szerepelni, esetleg a néző számára ez nem lett volna élmény. És ön is ott volt ezeken a castingokon? Nem mindig. Nem. Minden nap volt adás. Hát gondold el, hogy még így is eléggé elfoglalt volt az ember, és megbízott a munkatársaiban. Enne bajnoksághoz hasonló műveltségi kvízműsor ma létezhet egyáltalán? Szerintem igen, a kereskedelmi televíziók szerintem. Igen. Erre sok dolgot, ezen állandóan mindannyian, akik ezzel foglalkoztunk, valaha fenn vagyunk akadva, hogy miért ment le ennyire a nívó a televízióban, legyen az közszolgálati vagy kereskedelmi. Először is minden nagyon anyagias. Mennyibe kerül a díszlet? Hány adást tudunk egyetlen egy alkalommal felvenni? Hát nem egyet élőben, hanem 5-6-ot. Mert akkor az operatőrnek a díja, a díszletnek az újraépítés, ez mind-mind költség. Hát ha 8-at veszünk fel, akkor az 1/8 költség egy adásra. Hogy közben a műsorvezető esetleg elfárad, és a harmadik, negyedikre már majd elalszik, és olyan tompa, hogy szörnyű, hát aztán kérsz kávét?
És akkor ezt is áthidaljuk, tudod? Tehát majdnem azt mondanám, hogy a gazdaságosság, finoman szólva, fölülír mindent. Ez az egyik ok. A másik ok, ami a Elna bajnokságnak egy viszonylag jó ötlete volt utólag, hogy azt a témakört, amiből valaki versenyezni akart, a saját maga választotta ki. Tehát két részből állt. Elna bajnokságot láttál? Igen, azt láttam. Arra emlékszel, akkor ott volt olyan, hogy az ő általa választott kérdés, és utána általános műveltség. Igen. Angolul general knowledge. De az első az volt, hogy én mit vállalok. Mi az, amiből én hajlandó vagyok a legnehezebb kérdésekre is felelni. És itt fantasztikus dolgokat lehetett választani. Például halbiológia. Na most erre megkérdezteted, hát János, ez biztos nagyon érdekes lehet, hogy a pontyok mikor ivar érettek, kétségtelenül, ezért fel kellett kérni egy olyan halbiológust, aki ebből a témakörből érdekes kérdéseket tudott szállítani. Mert én bevallom, a horgászathoz kevésbé értek, tehát nem tudtam volna. És ebből kellett az illetőnek válaszolni, majd utána, hogy ne csak kvázi, mint egy szakbarbár, csak a saját témaköréből, utána az ellenfelével meg kellett mérkőzzön általános műveltségben. És ott aztán tényleg mindenféle kérdések előfordulhattak. Tehát kellett egyfajta általános műveltség hozzá. És mondok neked valamit, akik itt föltűntek, ezek mind kiváló emberek voltak. Volt olyan, aki később parlamenti képviselő lett azáltal, hogy a műsorban szerepelt. Na most egy picit állj meg, el tudod-e képzelni, hogy a Főzőcske, de okosan, vagy nem tudom milyen másik műsorban valaki jól szerepel, és akkor parlamenti képviselő lesz? Ez nem nagyon valószínű. Akire én gondolok, az egy bányász volt, Mádai Péternek hívták, rendkívül jó képességű valaki, aki azt találta ki, hogy ugye rövid idő volt mindig a kérdések megválaszolására. Ő volt 50 másodperc, vagy valami ilyesmi. És akkor elmondta, hogy nem tudom én, ez és ez, óra megáll, szeretném azt hozzátenni, és akkor bővebben kifejtette, számot adva arról, hogy ebből fölkészült, nagy a tudása, és senki nem vágott közbe. Nem mondta azt, na jó van, ezt már hallottuk, elég. És még egy utolsó, kifejezetten televíziós műsorvezetőknek szóló üzenet következik most. Húzzátok alá pirossal. Most itt mire tetszik gondolni? Arra gondolok, hogy ha valaki benn ül, nem kell folyton beszéljem. Én megnéztem most egy csomó ilyen elmebajnokságot, ahol az illető válaszolt, és én a következő módon zártam le az ő legalább másfél perces mondókáját. Helyes. Egy szó. Tehát nem kell, hogy igen, és akkor te is elmondod, hogy te is fölkészültél, te is nagyon értesz a dologhoz, nem kell. Fogadd el, ha jó a válasz, menjünk tovább. Most minden műsorvezető kvázi főszereplője a saját műsorának. Róla szól a műsor, és van néhány meghívott, akik hát Istenem, ők is valami butaságot elmondanak. De tulajdonképpen én vagyok a főszereplő. Hiba. Nem kell. És az elmebajnokságnál a játékosok kiválasztása az mi alapján történt? Teljesen jó, amit kérdezel, természetesen itt is mindenki jelentkezett, elmondta, hogy ő milyen témakörből akar. Tehát mi nekünk könnyű dolgunk volt, hogy olyan témaköröket választottuk össze. Az egyik Mici Mackó könyv, második Rákóczi Ferenc szabadságharc. Hát ez a két ember hogyan tud egymással versenyezni? Úgy, hogy az egyik a sajátja, másik a sajátja, és utána általános műveltség. Ott mind a kettő megmérheti a tudását, úgyhogy ez volt tulajdonképpen a dolognak az alapeszméje. Utólag visszaemlékszik az összes műsorra, amit valaha csinált. Melyiket szerette a legeslegjobban csinálni? Ez mindig fölmerül ez a kérdés, de erre hogy fejezem ki magam? Amelyiket éppen csináltad, az foglalkoztat leginkább. Utólag el lehet mondani, hogy hú, ez milyen jó ötlet volt, hogy háromszor elmondom a Sötét stúdióba, hogy itt a Magyar Televízió 2-es stúdiója, önök a következő 40 percben, és akkor ti azt mondjátok, hogy ez egy ilyen ikonikus dolog. Akkor én mondok egy másikat. Emlékszel te arra, hogy volt egy olyan műsor, ahol televízió, színes televíziót lehetett volna nyerni, ha engedte volna a pártközpont.
De a pártközpont nem engedte, mert akkor beírtak a pártközpontba, hogy én egyszerű bányász vagyok, és 20 éve dolgozom lent a bányába, és még nincs színes televízióm. Az EGRI műsorában pedig valaki 30 percig ottam szerepel, és van színes televíziója. Ezért leszóltak a Magyar Televízió elnökének, hogy nem lehet színes televíziót nyerni, mert túl nagy az ajándék. Óriási pénz, 20-25 ezer forint. Tehát nem lehet ilyen nagy ajándékot adni. És akkor azt mondta akkor televízió elnök, hogy János, hát találj ki valamit, jó a műsor, valami másképp oldjátok ezt meg. És akkor azt találtuk ki, hogy ez egy 12 forduló, 12 hónap, és aki esetleg eljut odáig, hogy mind a 12 fordulón jól szerepel, az megtarthatja a televíziót. De ha csak a 6.-7. fordulóig jut el, akkor kivisznek neki a Videotomból egy Videokolor televíziót 6 vagy 7 hónapra. És amikor letelik a 6-7 hónap, akkor elviszik ezt a televíziót, és odaadják egy másik játékosnak, aki akkor 8 hónapot nyert. Ez volt az egész műsornak a kezdete, mert Magyarországon még nem volt színes televíziózás. Amiről én beszélek neked, ezek fekete-fehér műsorok voltak. El tudsz-e képzelni ma egy televízió műsort fekete-fehérben? Nem. Nem. Ezért mondom neked, hogy a dolog pedig akkor is nagyon jó képeket lehetett csinálni, és kiváló operatőrök voltak, akik ezt kiválóan meg is csinálták. Szóval a lényeg az, hogy a Videóton volt az, aki ezeket a színes televíziókat a rendelkezésünkre bocsátották. És amikor megkérdezték, hogy János, akkor hozzád is kivigyünk egy ilyet? Mondtam, kedvesek vagytok, köszönöm, nem. Majd ha tudok, akkor veszek egyet. Tehát nem kell elfogadni még egy ilyen icipici kis ajándékot sem, és akkor nem esel a korrupció gyanújába véletlenül. Vagy például mondok valamit, azt mondták, jó, ez nagyon jó, valamit kéne mégiscsak adni, ami a Videóton kvázi saját ötlete. Mondom, mire gondoltok? Aztán tudod, nekünk van egy ilyen kis piros gömb alakú hangszórunk. Mondom, az mire jó? Hát tulajdonképpen semmire. Ez arra jó, hogyha valakinek van egy néprádiója, akkor azt ott tartja mondjuk a konyhában. De hogyha bemegy a fürdőszobába, akkor nem viszi magával a rádiót, de ezt a kis piros gömböt ráteszi ottan valahol a falra, és egy dróttal oda vezeti a rádiót, és akkor van neki a fürdőszobában is, meg a konyhában is rádiója. Hú, mondtam, ez nagyon jó. Ezek után a hangszóró volt a vigaszdíj. Tehát ha valaki befürdött, nem tudott válaszolni, akkor nem azt mondtuk, hogy hát köszönjük szépen viszontlátásra, hanem azt mondtuk, hogy nem baj, semmi baj, önnek engedje meg, hogy átadjak egy hangszórót. És akkor az illető nem üres kézzel megverten távozott, hanem egy nyert ajándékkal büszkén vonult el, mert ezt a hangszórót egyébként üzletben nem nagyon lehetett kapni, ez az ő személyes ajándéka volt a szerepléséért. Akkor volt egy emléke is arról, hogy ő itt volt. Ennyi. És ez aztán olyan ikonikus lett, ha emlékszel, hogy például, tehát kvázi mi volt a hangszóró? Egy vigaszdíj. A sikertelen szereplés díja. Akkor, hogy megköszönjük önnek, hogy eljött hozzánk és tanított minket, hadd adjak át egy kis hangszórót. Úgy ne, hát ez édes tőletek. Nagyon szépen köszönöm. Erre gondolok, a történetem nem volt teljesen a levegőben lóvó. Nem, köszönöm, nem, egyáltalán szépen. Nem. Hazaviszem, és igen, nagyon kedvesek vagytok. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm nektek az összeset, amit elmondtam, kezeljétek, hogy mondjam csak, jó szándékkal. Én jó szándékkal mondtam el őket. Ezek voltak az én tapasztalataim. Ti nektek is nagyon sok érdekes tapasztalatotok lesz. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönjük szépen EGRI Jánosnak, hogy itt volt velünk, és találkozunk a következő On Air epizódban.